hangulatban. Nem lehet elkezdeni beszélgetni. Szeretettel köszöntöm mindenkit, aki ma a Muzsika jegyében itt a Tolnai Szalonnal összegyűlt. És külön szeretettel és nagy szeretettel köszöntöm Gulyás Dénes. Nagyatlan voltam, mert a hölgyet kellett volna előre mondani. Hajlott Zsuzsanát. Azért is örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert amikor mi megbeszéltük ezt a mai dátumot, szerintem te már régen tudtad, hogy milyen elfogadtad ebben az időszakban. Mi mindenem vagy kíváncsi? Túl vagyok néhány megfázáson. Túl vagyok, ugye nagyon fontos és nehéz feladat volt az Erkel Színházban a Rómeó és Júlia, Júlia Rómeó és Júliája, amit 12 évvel ezelőtt énekeltem és rendeztem is. Így tehát nem volt új a darab, ezt rendeztük most újra a fiatal szereplőkkel, akik most végeztek a főiskolán 1-2 évvel ezelőtt. Aztán néhány előadáson voltam túl, a Borisból a Bolondot énekeltem az operában, a Borisból voltam néhány előadáson. Koncerteken voltam túl, meg hát úgy általában az élet nehézségei nekünk sokszor sokkal fárasztóbb, mint kiállni a színpadra. Az maga a pihenés is már, az már csak hogy kell. Valójában nagyon, nagyon fáraszt az életnek az ilyen praktikus dolgai, mint hogy bérleteket vásárolni, azt a feleségem szokott legtöbbször autót szervizbe vinni, bevásárolni. Ezek a dolgok ezek nagyon fárasztóak, inkább dolgozom, inkább énekelek, vagy tanítok szívesebben. Igen, bejutott az én is, ugye az ennek. De egy kicsit elkésőbb ugyan, mindig furcsán voltam, hogy egy egyetemen miért szeptember utolsó napjában indul az oktatás. Hát itt 26-án volt az első tanítási nap, szeptember 26, és hát azóta minden kedden és pénteken Hajnóczi Zsuzsival, aki a kannás segédem az egyetemen, próbáljuk a fiatalokat helyes útra terelni. Azt hiszem az nagyon fontos dolog, hogy egy énekes és egy korrepetitor között nagyon nagy összhang. Neked híres partnereid voltak is vannak a magyarokban? Volt néhány, igen. Nem is tudom igazán, hogy hol kezdjem. Az első talán a legfontosabb és a legmaradandóbb élmény, vagy emlék, vagy kollega. Tulajdonképpen nem is nevezhető kollégának. Ő szegény már nincs közöttünk. Ő az első feleségem volt, Garam Zsuzsa, aki zongorista volt. És a főiskolán ismerkedtünk össze 73-ban, és már éves tudom, 30 éve lassan, aki rengeteget tanultam tőle, akitől rengeteget tanultam a zenéről, az éneklésről, éjjel-nappal zenét hallgattunk, éjjel-nappal színházban, a koncerten, az Erkel Színházban, az operába mentünk, az operába, a Zeneakadémiára, utána a Madár Színházba, a Nemzeti Színházba, szóval állandóan művészettek közelében éltünk, és hát rengeteg inspirációt kaptam, rengeteget. Én 19 évesen kerültem a főiskolára, igazán nem volt előtte, nem kaptam előtte olyan zenei képzést, ami hát igazán fontos, sőt, nem hát több mint fontos. Nem zenész családban nőttem, bár a szüleimnek is, és a nagyszülők, főleg a nagyapám, Ő volt a kádármester, igen, és egy egészen kiváló hangja volt, fiatal, 1901-ben született ő Gyöngyösön, és ugye Mátra vidéken, hát ez egy boros vidék, igen, és gyönyörű hangja volt, és ilyen műkedvelő színházzal, hogy Gyöngyösön, 17-18 éves volt, amikor a Cigánybáróan a Balinkait énekelte, már pedig mostani küllelaszt, mostani szaktudással azt, hát 17-18 évesen az egy nagyon komoly feladat elénekelni, ez egy nagyon hangigényes dolog. És hát ő ezt nagyon sok előadáson énekelt, és akkor valaki meghallotta egyszer őt, és azt mondta, hogy hát magának nagyon jó hangja van, figyelm, és fölviszem én magát a zenedébe, ugye így a csak. És akkor fölhozta a zenedébe a nagyapámat, aki hát egy elég nagy természetű ember volt, és az édesapám elmeséléséből tudom, hogy aztán
az első vagy a második órán, amikor a mester, akihez került, megpróbálta neki megmagyarázni, hogy hogy kéne ezt csinálni, akkor a mester elküldte, hogy nem magyarázza, mert ő tudja, hogy kell, ezt is hagyják, hogy békén. Úgyhogy aztán azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a mester egy nagy hibát elkövetett. Mert valójában hagyni kellett volna békén. Mert egy olyan szenzációs Isten adta adottsága és tehetsége volt, hogy ami egészen pályát így. Az a mostani fülemmel emlékszem gyerekkoromra, amikor ő énekelgetett, és hát tudom, ő mindig játszott, réfálkozott meg. Például ő a Hazám, Hazám Árnyal, hát az egy nagy, és hát tudjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz. És a nagyapámnak nem volt elég nehéz, mert azt mondta a lakodalmak, aminek ilyen helyeken énekel, és azt mondta a tangóharmonikásnak, aki ott kísért egy hitelbódot, hogy na azt tudja maga azt az áriát? Azt mondta, hogy hát tudom, na akkor egy hanggal följebb. És az öreg elénekelt egy hanggal följebb, úgyhogy a végén a talpas pohárba, amikor beleénekelt, akkor a borosaló elpattalt az üveg. Szóval olyan rezonanciatus hangja volt. És aztán az én emlékeimben az él erről, hogy azt, amikor én katona lettem egy hónapig, nem bírtam tovább a hadseregben, egy hónapra leszerették a zenész századon. A zenekarista. Ott voltak a poharak, azt akarok. Hát de igen, az érdekes, hogy így folytatódik aztán ennek a dótának, a szerepet soha nem énekeltem. De hát az árián természetesen, és amikor bevonultam a színházból katonának, ez 80-ban volt, akkor megkérdezte az első nap, megkérdezte az őrmester, a kiképzőrmester, hogy hát aztán tudja maga azt a Hazám, Hazám Máriát? Mondom, jelentem, tudom. És ott egy nagy körlet volt, 42-en aludtunk benne. Azt mondta, na most ott felugrik az emeletesen, tetejére is elénekli. Értettem, felugrottam, elénekelt. Ezek után mondott egy jelzőt, amit most nem akarok itt elmondani, azt mondta, hogy a anyját hozom a százados, behozta a százados, azt mondta, még egyszer. Még egyszer, hogy a Hazám, Hazámból ez maradt meg nekem, illetve aztán énekeltem koncerteken, és hát most a Bánbánból, ugye a filmet elkészítettük, amin az Ottót énekeltem, és így találkoztam mondjuk azzal a darabban, ami így gyerekkoromban a nagyapám tévén hát vált először ismerték. Neked a János Kivíz gyerekkoromban? Hát tehogy nem. Nem, azt hát, például elénekeltem. Úgy, a János Kivíztel is énekeltem, persze. Meg volt, de emlékszem, hogy a halvány gyerekkori élményeimre Giuseppe Di Stefano, amikor itt volt, hogy Bohém életet énekelt, és azt talán a televízió közvetítette a 60-as évek elején, talán valamilyen halvány emlékeim vannak meg egyszer. Azt hiszem, hogy talán Rigolettót gyerekkorunkban láttunk az Erkel Színházban, de valójában az első olyan igazi komoly lökést az életemben a komoly zene, akkor adott, amikor gyerekkoromban a szüleim vásároltak egy szupraton lemezjátszót, ami itt szabad ilyen cégneveket mondani? Abszolút. Szóval itt nem szabad, ugye? Itt nem jó. Mert már félre, azt sem lehet mondani, hogy kalmokirin lassan a látjában, mert szóval szupraton. Kérdezd meg, hogy most már is és ez egy olyan lemezjátszót, aminek így a tetején voltak itt hangszó. Nekem is olyan. Sokan nem nézünk arra. És akkor az anyám, aki itt ül most valahol a sorok, ahol is van. Amúli. Szia! Vásárolt a Csajkoszki Bélhozóga verseny, a Richterrel és a Karajannal, meg azt mondjuk Brahms 2-ös verseny, és én a mai napig emlékszem, hogy amikor a 2-ös verseny második tételét meg a témáját megtett, akkor ez egy kicsordult a könnyem. És az valami olyan elképesztő élmény volt, hogy kiskamasz voltam, szóval. És akkor ugye én az Illés zenekar volt a kedvencem, és az összes érmót vettünk egy gitárt, és megtanultam az összes érmót, hogy jó kis leállterem vagy kis, mind szépen tudtam játszani. De szóval ennyire voltam zeneközel, és hát zongorát tanultam gyerekkoromban. De hát az volt nem volt sajnos, ez volt azt hiszem a probléma. Hogy abban a kőbányai világban valami felnőttünk, hát abban az időben, amikor én gyerek voltam, akkor ez nem volt olyan egyszerű dolog. Az egy zongorához jutni nem volt egyszerű dolog, bérelni sem volt egyszerű dolog, nem tartoztunk igazán a jó családok közé. Szomszédba jártak. Igen, szomszédba jártak gyakorlatilag, ahol volt egy
nekem akkor nagyon öreg néni volt, mindig feketéből volt, és be volt. Fejjel kötve kendővel, és akkor áttereltek engem, hogy akkor tessék a gyakorló, de hát nem volt senki napközben, a néni meg, hát a néninek minden jó, hogy én mit csinálok. És volt ott egy kutya, amelyik éppen akkor ellen 6 könyvet. És azok nagyon aranyosak volt, és azért rengeteget játszottam azokkal a kutyákkal, és persze az ongolás elmaradt. De hát ez 2 évig úgy ment, hogy próbáltuk, meg nem, meg nem tudtam gyakorolni. De állítólag azon a vizsgán, ahol a második év végén, akkor állítólag én gyönyörű észre ezt a magyar szemben. Tehát azért az alapján meg volt. Nem az akadémia, ott a második évben, még a gyerek voltam az akadémián, azért hozzongol is az akadémia, hozzongol ez. Úgyhogy... De azért azt tudtad, hogy... Azt tudtam, mert az apám is énekelt, a nagyapám is, édesanyámnak is szép hangja van. És otthon mondjuk az úgy, mikor gyerek voltam is, nagyapámmal dolgozgattunk a kertben, a kertes nap alatt, hál' Istennek, akkor, és abszolút énekelgetett, meg emlékszem, hogy volt egyszer, egy pici gyerek voltam, és volt egy fűrészfak, és az öreg fákat vágott föl, akácfákat, és akkor olyan fűrész volt, aminek ugye a negatív felét én fogtam, és húztam, és akkor ő meg tolta, és énekelte a ritmosra, hogy megyen már a hajlom, és így lassan. És akkor én azt gyorsan meg tudtam. Egyszer elénekelt, és azonnal tudta teljesen tisztán. És akkor ez úgy feltűnt a családnak, hogy a gyereknek van hangja, és akkor a rádió gyerekkor is, ha volt felvétel, akkor oda bekerült, ahogy énekeltem 2 évig. Igen, és aztán Valéria alatt, igen. És amíg nem utáltam, mert utána hamar elkezdtem. Én jóval előbb elkezdtem. Tulajdonképpen ahogy nézem a növendékeimet a főiskolában, például van egy első éves fiú növendékem, nagyon tehetséges, nagyon szép hangja van, ő 24 éves. És én 23 éves koromban már elvégeztem a zenekarimat, akkor már énekeltem főszerepeket. Tehát nálam minden valahogy nagyon korán kezdődött, szóval nagyon hamar kezdtem el. Utána is szerintem 11-12 éves koromban már nem volt alkalmas a hangjára. Úgyhogy... És akkor így kerültem így zene közelbe otthon, és hát innen már tulajdonképpen egyenes volt egy kis kitérőben, mert nagyon rossz tanul, hát nem rossz, de hát ugye gimnáziumban felvételéhez kellett volna 4, nem tudom hányos állat. Már akkor is, hogy bakkerben? 4, nem tudom valamennyi, és hát én bevallom férfias már ezzel nem illik dicsekedni, csak sík, hogy hát én matematikából rettenetesen tehetségtelen vagyok. Szóval én egyszerűen, és én nagyon szégyellem magam ezért, a 4 alapműveleten kívül nem tudok mást elvégezni. Szóval, és emlékszem szegény anyám mindig gyapált, hogy hát menni, tanulni, meg korepetíző, minden, meg hát miért nem tanulsz, fiam, ott van a... És akkor mindig azt mondom, hogy én nem tudok, azért van az iskola, hogy ott tanítsák meg nekem, és nem tudták megtanítani szegények, és hát így hát nem vettek föl gimnáziumba, úgyhogy aztán én hát ipari tanuló lettem az Ókai Vajógyárban. Elvégeztem egy ipari tanuló iskolát 3 évig, a géplakatos a szakmám. Igen, ezt elvégeztem, majd pedig amikor én ugye befejeztem a tanulmányomat, 17 éves korom, akkor már nagyon... Hát akkor már tulajdonképpen kialakult hangom volt, amikor most a fiúk már éppen, vagy csak még benne van a kamutálásban, akkor énekeltem volna még művészetültes. Tehát 2 szólamában. Hát, mint hivatásos érdekes. Tehát én gyakorlatilag a 17 éves koromtól, és most vagyok 48-ban, hát most már elég volt találkozomban énekelem. Úgyhogy ez ilyen nálam nagyon korán jött. És aztán érdekes körülmények között kerültem el a Zeneakadémiára, mert ott hamar felfedezték a mobil együttesben, hogy én gyorsan megtanulok mindent, meg úgy ki is lehetett állítani, meg, és akkor mentünk Lappanyákba énekelni, és Lappanyákba jöttek, és ilyen kalandjaim voltak. És akkor volt egy szám, amit zenekarral kellett énekelni, amit szerint karmas volt lenne, hát kórus álltam őt. Levágták rövidre a hajam, ilyen rövidre, és katonlátával be kellett volna, elénekelhetem a nótát, ahogy kerültem ki az együttesből végig. Igen. Nem, ami miatt kirúgtak az együttesből. Az új szó, az a lót, minden jött. Az
úgy szólt, hogy beültek a kiskatonák a kantinba, és ugye akkor még volt sör, mert ez 72 őszén volt. Csak a serepben nincs, most már kantinban nincs, akkor még lehetett. És a kiskatonák ott ültek, és mi meg mentünk egy egyenruhába, és hát nem feledik, hogy minden közülük van. És mi is ittunk meg, sörfettem. Én meg akkor nem söröztem, csak teát ittam talán, és mellettünk lévő azt mondja az egyik kiskatona a másiknak, hogy te ide figyelj! Hát most mernénk kimenőre, és itt helyette hallgathatjuk ezt a tudja milyen együttest. Most én ki fog ide menni szólót énekelni, mi pedig azt a lognát, hogy beváltam a sorozáson, honvéd leszek én, nincs is nálam a faluban vidámabb legény. Félrevágom kis kalapom, vígom, fütyülök, büszkén megyek katonának, vonatra ülök. Na eddig jutottam el, mert a ezer kis katona, és hangosan elküldtek engem oda, ahonnan jöttem. A üvöltre, úgyhogy meg kellett állni végül, hogy megfogtam a ládát, és mondtam, hogy ilyen jó helyre küldenek engem, akkor elmegyek, és kimentem ládástól, karbestről, meg fügyült a dallamot egy kicsit, aztán leintett az zenekart vége. Másnap, hazajöttünk este, másnap behívnak a parancsnok elvtárs behív, és azt mondja, hogy Gulyás elvtárs, a tudomásomra jutott, hogy maga nem hivatásos művészhez méltó módon viselkedett. Hát tudom, a tudomásom is van, hogy ez a tudomására jutott, hát láttam, mi történt, nem értettem, hogy miért. És hogy hát ezért fegyelmi, meg fizetésem, és én mondtam neki, hogy jó, hát sajnálom, de hát nem én voltam a botrány okozója, hanem a darab, amit velem itt énekeltettem. És akkor én meg akkor közöltem vele, hogy akkor viszont én felvételizek a Zeneakadémiára, és májusban lesz a felvétel, és akkor össznek, akkor nem jövő vissza az együtteshez, hanem egyetemista leszek. Mert közben esti iskolán természetesen leérettségiztem. És akkor így miért... Matekból is. Hát nagy nehezen, de nagyon nagy történet, hogy tudtam matekból. Elfelejtettem bemenni az írásbelibe, nem vicc. Nem mentem be az írásbelibe. Én meg valami elírtam a naptárba, és olyan... Rajd, mit mond el? És bementem, és már gyanúsan üres volt az iskola. Hát mondom, hogy valami, és jön a tanáról velem szembe. És azt mondja, mondom, én jöttem érettségizni. Azt mondja, hát az tegnap volt. Ja, mondom, hát most akkor mi legyen? Azt mondja, jöjjön be a tanáriba, húzom egy tétet, azt írja le. Bementem, kiúsztam egy tétet, mert kiment a tanáritól. És egy csomó ilyen fölstószolt, megoldott füzetek, meg tétel volt, és elkezdtem lapozni, hogy ki húzta azt, amit én. És valaki húzta azt, amit én, és szépen leírtam, szerencsére ez egy jó matekos, hát például hármat elrontottam. Direkt, mert ezt tudtam, hogy ez biztos, hogy mondtam, hogy elrontottam, betettem. Kezdtem, hogy jó, akkor holnap jöjjön vissza. Szóbelére, és szóbelére. Azt mondtam, hogy hát kettes lett az írásban, jaj, a remek. Akkor húzom még egy kétet szóbeli. Ilyen korsodok, mint ez, ilyen nagy. Szóbeli 80 darab tétel. Kihúzom, de ott hatan éltek. Kihúzom, és ott. Integrális differenciál számítás. És így csináltam, szalákon. Én ezt nem tudom húzok egy másikat. Ezt hadd így süllyedjek. Kihúztam a második, és az csodája, a legkönnyebb tétel volt számtani mértani sorozatot. Abból akkor valami derenget, hogy abból is kettes lesz, így leérettségiztem. És akkor a parancsnokjártásnak erre azt mondtam, hogy illetve, hogy én elmegyek a Zeneakadémia, és mélyen azt mondom, hogy megnézem, és azt mondtam, hogy Gulyás elvtárs, én szeretném magát megóvni a negatív élményektől. Én azt javaslom, hogy maga ne felvételizze oda, mert maga nem elég tehetséges ahhoz, hogy a felvételizze. És aztán én törünk hozzá a negatív. Ezt én szó szerint így törünk. Mivel felvételizgélem? Igen. Elénekel, jó? Akkor 17 éves voltam éppen. Csak még egy kortot iszom, mert mindig hosszú beszél után nehéz. Elkezdeni énekelni. És minden fiatal énekes, ha jó tanárhoz kerül, akkor a kezdetén könnyű dolgokat énekel, nem engedik énekelni, nehéz áriákat. Én egy nagyon jó tanár nőnél tanultam, hogy Pauk Anna, és tőle ment. Tetszett ismerni? Egy nagyszerű tanárnő.
és nagyon-nagyon ügyesen tudott vigyázni a növendékeire, és nagyon... és ő adta nekem ezt a talán az első vagy a második énekor, amikor hozzá kerültem, és ezzel feltételeztem a Zeneakadémiára, ez Giordano, az másik, ez egy romantikus olasz szerző, Carlo Mio Ben. Akkor kell énekelni, amikor beszél, akkor nyugodtan lehet beszélni, mert a dolognak az egy normális funkció.
mondhatnám talán az énekes, nem akik a normális kondíció, mint a beszél. Verseket is tanultatok nála? Tanultunk verseket, igen. Hát én Kosztolányit mondtam, néhány Kosztolányit. Az Egri Pista bácsinál a hajnali részegséget, ülőjünk tifákat, halotti beszédet. Aztán a Babistól a Danaidákat, aztán Brutus és Antonius gázbeszédét. Shakespeare-t, igen. Az orr-monológot, ami egy rabunk volt, hogy meg tudtam tanulni, a Szirámo orr-monológot. A Telnőmosból jeleneteket, a Bánbánból természetes jeleneteket. Ez kettő évig ment, és soha el nem felejtem azt, hogy az Egri Pista bácsi hogyan tanított meg minket arra. És nagyon érdekes módon kapcsolódik az igazán jó zenéhez, az igazán jól megkomponált operához. Az, amit ő tanított, jó lehet, nem zenét tanított. Mert a zene, igazán jó zeneszerzőknél mindig leképezi azt a szövegértelmet, azt a mondanőt, azt a lelki tartalmat, azt az intellektust, ami a költeményben vagy a drámában megjelenik. És hát mondjuk egy Otellónál abszolút, vagy akár a Traviátánál, vagy akár Romeo és Juliánál, Brunónál. Nagyon sok ilyen van, és ebből a szempontból nagyon segített, hogy ő hogyan értelmezi azt, amit tanít nekünk. Hogyha egy Telnőmosból egy jelenetet, vagy a Bánbánból egy jelenetet mondtunk, vagy Hamletet is mondtunk például, hogy ő hogy teszi ki az írás jelenetet beszél közben, hol emeli föl a hangját, és hol folytatja, és mikor teszi le a pontot. És egy jó zeneszerző ugyanígy van az, hogy a zenének írás jelei vannak, ugyanúgy, mint az írásban, írásjelek vannak, felkiáltója, kérdőjelek, kettős pont vesző, gondolatja a legfontosabb, hogy ázárnak mondjuk az elében, az nekem mindig gondolatfelvétele, mert új, mindig egy mozdulat. Rávezetett arra, hogy a zenében, hogy a zene voltak éppen mozgás, ő volt a muzsikus, minden zenében mozgás van. Ebben a kis dalban például, amikor azt énekli az énekes, hogy hidd el kedvesem, hogy nélküled elted az én szívem, erről szól az egész. Hát miről szól? Hát a szellemről. A zene, a művészet a szellemről és az Istenről és a gyerekkorról és az anyáról szól. Miről szól másról? Akkor az egy mozgás, amikor a végén azt mondjuk, hogy az egy mozgás, az mondjuk egy szívdobbanás, valami megmozdul. Ezekre olyan zseniálisan tudott minket rávezetni zene nélkül, a szöveget értelmezve, hogy mondhatom, hogy tőle tanultam a legtöbbet. Zenéről ilyen szempontból. Te biztos, hogy tanár vagy. Én nem tudom. Ezt a sok mindent egyszerűen át tudod adni. Ha veszünk egy dalt például, és nagyon fontos ugye, hogy a dal alapjához szolgáló szöveg, abból is igen. Azt pontosan közvetíteni kell, azt is kell, illetve énekelni kell. Ez alapvető, hogy a szöveget érteni kell, amit az ember énekel. Nagyon sok énekes van, és sajnos a kollégáim, hát nem sok, nem akarok őket sérteni, de jó néhány van, aki talán viccesnek hangzik, amik ha azt mondanám, már pedig igaz, hogy akkor sem értik a szöveget, ha nagyon mérik el. Mert olyan módon köti le az énekeseket, ez egy nehéz műfaj, nehéz állatfajta, szóval egy nehéz, ugyanis attól a megfoghatatlan dologtól, hogy a testünk a hangszer, és a testünk mindenkori állapotának ki van téve az egész egzisztenciájuk, a létük, a jövőjük, a művészi múltjuk, jelenjük és jövőjük, a mindenünk, ettől olyan mérhetetlen érzékenyek, és annyira el tud tétejedni a pályáján az ember, hogy általában az, hogy nagyon sok énekes, amikor énekel, akkor azt érzem, hogy nagyon szépen énekel magyarul. Hát nem erről szól a dal, nem erről szól a szöveg értelme, nem ezt a viselkedést hozná magával. A viselkedés nem adekvált a szöveg értelmezéssel. Akkor azt gondolom, hogy nem érti, hogy mit énekel, mert el van foglalva, hogy hogy képzem a hangot, hogy csinálom, most ez jó volt ez a magas, most ez a tekvesebb, most szép volt, most nem kell. Szóval, és attól a pillanattól kezdve az énekesből elkezd ennél az énekesnél, ennél a fajta énekesnél elkezd
céllá válni az eszköz. Az eszköz az, ami a torkomban van, hogy valami megpróbálja vele kifejezni. Amikor az a legfontosabb, hogy egy frázist hogyan ének, vagy hogy meg a magas hangot, és nem azt, hogy mit akarok azzal közölni, hogy úgy ének, akkor ez az eszköz céllá válik. Azt kell, hogy a cél legyen, hogy közöljön. És hallomzót nem használják bármilyen. Attól mindenki, hogy vonalban kell tartani, és akkor az elkelik a más hangot. A pregnás más hangot, és előre hozzá. Igen, csak nagyon sok ilyen más hangzó van, ami nekem például, ami nem lehet énekelni. Az kulturális, szóval persze ezt le... Ezt, és a magyar nyelv különösen nehéz ezekkel az el. Hát az el, az nagyon laposak ezek az el, igen. Ez, előbb Benjamin G. Rippot Kareli Gábor mesélte annak, én egy nyújtban néhány szor, amikor ki voltam, akkor följártam hozzá, énekórákat vettem tőle, és mondtam, hogy ahogy a G. észrevételezte azt, hogy milyen borzasztóak ezek a magyar e, piátto, mindegyik lapos, mindegyik ilyen. Hát nem egészen, mert hogyha Somogyországban megyek, azért ott már nem annyira, meg még nem más helyen sem annyira. Nem mutatnád meg nekünk egy kicsit egy kosztolai versen, milyen szép is ez a magyar nyelv igazából? Csak egy picit, egy visszaidézőt, mit tanultál te Egrimista bácsitól, akit Dacosnak hittak régen, nem tudom, hogy Dacos. Ott egy becenevő, Dacos. Én az ő lányával együtt jártam iskolába, egy osztályban, a színművészeti főiskolára, és sokszor nem jártam hozzá, és mindig azt mondta nekem, képtelen volt megjegyezni különösen a gyűjtőszkülönöket, hogy zubligeti előkkel. Van megint az a zubligeti előkkel, mondtam. Nagyon érdekes. Én nagyon szeretem. Nagyon érdekes, hogy kötött ő minket össze a múltal, ami aztán most jelenné vált megint érdekes. Jött ki a folyós, jöttünk ki a főiskolával, és vége volt az órának, nagyon szeretett minket. És mindig együtt voltunk, és akkor jöttünk ki, és megállt a Gyakorni Majkowski utcában, ez 74-75-ben volt, és így csinál. Oktogon, Király utca. Akkor rájöttem, hogy kereste a kocsiját, hogy hol hagyni. Mert így összekapcsolt minket, és látom, Oktogon és Király utca. Szóval arra tanított minket, hogy, és nagyon érdekes is ez a vers, amit anyámtól hallottam, először itt a fölre a figyelemet. Ezt én elmeséltem az Egrimista bácsinak, hogy ezt én otthon hallottam, és akkor azt mondta, hogy hát akkor tanulja meg. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka háromkor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattog az út. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasas, mérges hatadókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta szívem, 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba lefelé ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy állambéli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részek, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogyan magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Nogoly utca ablakon. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemű kacsintva mész szét kövébe csap. Csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyivér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sándítva baktat, nyomban felcsörömből, és az algóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. Ház is alszik holtan és után, majd száz év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, és nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állató. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes, nagyszerűség, reszketve és szilárd, mint a hűség. Az ég volt. Egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paklanja, az a kék folt, mint a vízfesték.
amely irkánra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben, mely a hideget előzi kimondhatatlan messzes odaát ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakot a testem. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szárny suhan felettem, és felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, és a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibettek, és távolba roppant, fénycsóva roppant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lángyult, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bárjai. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a várterem hatalmas glóriása, és mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás. Mint amikor már vége van a bárnak, és a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csikkefátyú látszott, mint a távol homályból gyémántosan aláfolyt egy messze képlő, pazar belépő, melyet magára ölt egy rága, szép nő, és rajta egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álom már csendesebben egy arra ringó, könnyűcske intó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a harsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporában sok száz patár között patkoljuk fölszik. Szájtátva álltam, és a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égben bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek fényes körültjön a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regény? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézilapot fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él? Csak most tűnik szemedbe ez az estél. 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben. Halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd, csak tudom, hogy nincsen mibe innem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve úrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki hol, annak itt nem lelek se most, se holtam. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én barátom, hogy a porban, ahol leltek és göröngyök között otoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Ami nekem lévén, hogy 54-ben születtem, nem nagyon adatott meg. Történetesen a hit. Hát ez miről szól? És emlékszem, hogy amikor ezt anyám, aki egyébként nem kevésbé tehetséges, mint a nagyapám volt, vagy én, csak
egész életében arra volt kényszerítve, hogy más csináljon, mint amit igazán szeret. Ő is írt verseket, néhány kis költeménye meg is jelent annak idején, amikor így gyermek voltam az Écsben. És sőt, nagyon szépen festeget most is néhány képe kint volt most. Tehát ő mindig humán beállítottságú volt. És azért volt ez nagyon érdekes számomra, mert azért az ember mégiscsak a nyilatozó agyvelővel elmesélik neki, hogy a déd nagymamám, aki meghalt már nagyon régen, egy és vagy két éves lehetne, vagy másfél akkor, és nagyon mélyen vallásos volt, akkor a bátyámmal együtt ellopott minket, és elvitt egy kis templomba megkeresztelni, hogy azért legyünk megkeresztelve. És akkor ezek a kis emlények összeállnak, akkor az ember kamasztász, meg úgy éli az életét, és azért ez csak ki elkezd kinyilvánozni az agyadban, meghallja a Brahms 2-ös verset, vagy a Csajkovszki Bémozongora verset, és akkor hall egy ilyen verset, és akkor persze, hogy kinyílik az agya, persze, hogy ezt akartam. Persze vagyok, hogy arról akartam tudni, hogy mi az a rendszerező értelem, vagy intelligencia, vagy nem tudom mi, valamilyen módon hatalmat gyakorol fölöttünk. És ezutáni vágy hajtott arra, hogy a Pista bácsának ezt elhozzam, és erről beszéljük. És akkor ő ezzel hosszasan beszél, és Kosztolányról beszél, ő ismerte Kosztolányt. És szóval ezek csodálatos évek voltak. Pista legszebbé volt az élet. Persze. Tudom, hogy rögtön utána egy nagyon fontos énekverseny is elkezdődött, amit megjegyzett. Hát tulajdonképpen három versenyt, amit mondtam életemben, azt mind a háromat megnyertem, és aztán már nem mertem többet elindulni, mondom, hogy a csúcsok kell abba hagyni. Az első az a 76-ban a Magyar Rádió tanulásban. Főiskolás voltam, igen. Nem, ez egy dalverseny volt, ahol hát főleg német hagyú szerzőtől énekeltem, Schubert, Brahms, Szulóból, és ezt akkor megnyertem, illetve meg második helyezést értem, a Polgár Laci volt az első. Akkor utána volt a Giovanni Cantanti Lirici Farmában, a fiatal lírai énekesek verseny, ahol az volt az édes a történetben, hogy akkor néhány rádiófelvételt készítettem, többek között operettet is. És a karmesternek, akivel ezt felvettük, nagyon tetszett, hogy ez milyen klasszul megy. És mondta, hogy lesz egy Hakni és Reggio Emiliában, Olaszországban, Párma és környéke, Bologna. Lesz egy turné, és hogy akkor operetteket kérlek. Jó, elmentem. És akkor az, aki minket ott menedzsel, meg indít az utunkat, ez a Nelly Fajnoli volt, Sergio Fajnoli özvegyem. És egyszer csak odajött az egyik koncertet, és azt mondja, hogy kisfiam, hát itt lesz egy énekes, menjen azt énekeljen. És ez Pármában volt, akkor, amikor Pármában volt az egyik koncert, másnap onnan mentem és énekeltem. És azt mondja, na jó, most akkor van egy érdés, akkor második kodó holnap után. Jó. És akkor a turné végére az volt, hogy meg, szóval megnyertem a verseny gyakorlatilag. És a harmadik pedig, ez a Pavarotti énekverseny, az első énekverseny 80-ban, aminek az első fordulója Párvában volt szintén, a második pedig Philadelphiában. És hát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert az egész verseny két áriával nyertem meg. Szóval vannak énekversenyek, ahol százával kell énekelni a nótákat, és a gyerekek tanulnak magolnak, nagyon helyes tanulnak. Itt is volt, meg volt határozó, hogy mindent kell, és kiálltam, elénekeltem a Szeremi Bájitart, és azt mondta Pavarotti, hogy akkor melyik a másik, mondta, hogy a Bohém élet. Jó, énekeljen. Elénekeltem, azt mondta, hogy Csivediában a Philadelphiában. Láttuk egymást Philadelphiában. Eltelt három hónap, ott volt a második forduló. Elmentem, önsoroltam megint az összes mondatot, azt mondja, hogy énekeljen a Szeremi Bájitart. Mondom, de hát azt énekel, nem baj, énekeljen, elénekeltem. És akkor utána azt mondja, énekelj el a bohémet, mondta, azt énekel, nem baj, énekeljen, úgy két mondat énekel. Így mentem meg, az volt, akkor nem tudta a környék Amerikában egy nagyon jó munka lehetőség, egy nagyszerű lehetőséget kaptam Amerikában, hogy énekelj. Hát én úgy jutottam el aztán sok amerikai szintén. De milyen versenyző, tudod azt hozni? Mindig, most is drukkolok.
Most már, mikor elkezdtünk, akkor lehet, hogy zúgoltál, én is zúgoltam, de nem biztos. Én azt tudom hozni azt, amit te érzel. Nem mindig. Nem mindig. Nem mindig tudom hozni. Van, amikor az ember áldott helyzetben van. Akkor tudja, amikor jól érzi a torkát, amikor nem kulutos, amikor nem nincsenek félelmei, amikor minden rendben van otthon, amikor nem zaklatja a, vagy tudom én, a szapes mondjuk, vagy mit. Mert ez el tud kezdeni, hogy mondjuk, ha behívnak egy adóellenőrzésre kedden, és te énekelj vasárnap. Hát nem tudsz, mert nem ott van az agyad. Ott van az agyad, hogy eltettél a mindent. Ez a legjobb tragédia most, hogy én emlékszem olyan, pedig nem vagyok igazán nagyon öreg. Szóval emlékszem olyan időkre, amikor fiatal bekerültünk a főiskolába, az operába 78-ban, én tulajdonképpen 77-ben még főiskolásra bekerültem. És ott arról beszélgettünk egymás között, hogy menjünk el, mert jön a Doknányi vezényelni a Szalomét és az Anya Szilvia fogja énekelni, és két fátyoltász meg az egész, meg Szalomét. Erről beszéltünk, és arról, hogy ha Nilssonnal hallottad, vagy azt, hallgass meg a Fischer Disco és a Richter jön ide, menjünk. A Fischer, ami a Beethoven összesátsz. Társadalmi ügy volt, hogy Ferencsik János Beethoven szimfóniákat vezényel. Egy társadalmi ügy volt, hogy a Békés András megrendezte a színházban a Mozart Figaro házasságát, és a Ferencsik dirigálta. És ez a világ elmúlt. Szóval valami nem új működik. Szóval most, ha két művész beszélget, akkor azt mondja, hogy te hányas áfakulcs, meg hoztad a számlakönyvedet, meg te zsebbe adják a zsuzsót, vagy számlát. Ezek megalázó dolgok. Szóval ezek. Ez teljesen igaz, hogy más világban. Én is az André Bácról beszéltem, amikor Istenre jártunk, de nem volt három gyermeked, és elmúlt az a 30 év. Akkor kellett azt megtenni, hogy az a világban, és akkor te készült egy pályára. És nem volt más dolgok, amely más dolgok. Én azt kérlek, kétség fel. A második. Igen. Nem akarsz nekünk valamit idegre, egy olasz áriát? Olasz áriát? Vagy vagy amit a fontos. Most az olasz énekeljen? Igazi úgynevezett olasz dal, Paolo Toschi, L'ultima canzone, azaz az utolsó dal, ez a cím. De azért én még fogok életre nevezni ezt. Thank you.
Természetesen csodálatos és olyan soha el nem feledhető emlékeim vannak, olyan kollégákkal énekeltem, és a debüt is olyan, amivel debütáltam. Maga az, hogy olyan módon kezeli ott az ember, ami hát szóval amikor a James Levine zongorázott a Rózsa Lova Volasz énekessel debütáltam, amilyen az valami egy baromi nehéz ária, és utána egy filmhangon fője véget szerek el énekelni a darabban, és hát az borzasztó nehéz. És a marshalling volt a Binet Jones, a Tatjana Trojanos volt az Octavian, a Martin Tavella az Ox, szóval elég jó szereposztás volt, és a James Levine dirigált, és az első, emlékszem az első próbára, amikor ki voltam írva, hogy a Gulyás a Levinehoz, és akkor mondom, hogy a Levine ott fog majd vezényelni, és hogy zongol is, és nem jó, hogy csak fogod. Fú, de hogy, jaj, de is, de milyen az fantasztik. És akkor elkezdte játszani a nótát, amikor bementem, elénekeltem, rám nézett, és azt mondja, hogy jó, ez így magának? Mondom, jó. Azt mondja, még egyszer megnézem, hogy hol veszte meg. Jó, itt köszönöm szépen, viszontlát. Kész. És akkor jött a zenekari fő, zenekari kóba, és akkor az aranyos, szóval az egy jó eserézés volt, hogy bemutat, szóval lekopott a zenekart az olasz szádia előtt, és azt mondta, hogy ez a Mr. Gulyás Budapesten, és most neki először, és akkor majd tettett át a kováció. Ez jó érzés, vagy a Metropolitan Opera Guildnek volt egy Waldorf Astoriában egy fogadása, ahol meg voltunk hívva, akkor a feleségem is kint volt velem, és ott ezt minden évben adják, és minden évben az újakat, és körülbelül 400-an ültünk ott, egy operaénekesek,
az összes élő nagy, aki énekel volt, vagy énekelt valaha Domingo Cavallotti, Carrerason, Palaverán-ban, Boris Christophon, a Thomas Stewarton, ez mindenki, aki mozott és él, ott volt, és az Thomas Stewart, az Evelyn Lear és Martin Talval és a felesége, és mi ültünk ott ketten. És akkor 400 énekes előtt, de régi nagy énekesek, mint tudom, aki volt ott például a Italo Taio, 80, nem tudom hány évesen. És akkor, igen. És akkor ott is felállítottak, hogy hát itt van, ő ebben az évben most debütált két hete, és akkor szóval nagy, és akkor kis koncert, akkor ezek az öregek fölmennek, énekelni a levány, zongorázik, szóval óriási. Ezek megmaradnak, ez nagyon érdekes. De tulajdonképpen egy nagy gyár, egy nagy üzem, egy nagy, sokkal közelebb áll hozzám egy olyan színház, ami a Bondi például, ami egy kicsi ház, egy családdiasabb, a Rajnok Atyám, egy szép kisvárosban, ahol az olasz vendéglős meg már ismert, vagy Genova, ahol bejött a próbára, a Marseille, ahol a színlába szemben, akinél ettünk mindig, az bejött a próbára, és megkezdte, hogy tudta, hogy kettőt, a végre kérkettő, akkor jött, hogy mit csináljunk kettőre. Ezeket jobban, igen, de hát a metropolitán az a metropolitán jó. Hát, meg kell, hogy mondjuk, hogyha saját erejükből, tehát saját alkalmazott énekesé mentendék, kéne előadást kiállítani, akkor nagyon csapnivaló előadásokat találnak ki. Szóval nincs, arra van pénzük, hogy megvásárolják a komoly nagy énekeseket, és a műsorfüzet, ami körül egy ilyen alapú füzet kerül. Ez az utolsó 25 oldal sűrű szerve arról szól, és akkor az első 5 arra, hogy ugye a mi szponzoraink, és hogy 1 millió vagy több dollárban évente. És az első 5 oldal ilyen sűrű szerve ott vannak, hogy ezek mind adtak 1 millió dollárt. És utána még van 500 000, és akkor a legutolsó 50 dollár, de ez 40 volna. Na most valamilyen módon az emberek ugye ott ösztönöző vannak arra, hogy a kultúrát ilyen módon támogassák. Hát ennek ki kéne alakulni Magyarországon. Hát lassan. Igen. Neked volt ezekben az években Ingresszáriót, aki intézte az ügyet? Volt, igen, egy olasz-amerikai fickó, akinek a nagypapája ment ki Amerikába, két századdal odébb a végén, 19. végén, és úgy hívták, hogy Bob Robert Lombardo, aki egy nagyon jó menedzser volt, az volt a nagyon-nagyon, hogy 150 énekese volt, és nem 30 vagy 20, akivel igazán tudott volna foglalkozni. Szóval ott, amikor az első olyan számbát megkaptam, és ezt szóvá tettem nála, hogy ugye van 10%-a, a bruttó 10%-a, nem a nettó, bruttó 10%-a menedzselési költség. Azt az ember kifizeti, és akkor kapott meg egy számlát, hogy 150 forint telefonszámla, meg 50 forint telefax, és mondtam, mert ez a 10%-a miért. Ezt nem kellett volna megkérdeznem. Hány évek volt a menedzselési? 6 vagy 7. Amíg kint dolgoztam, igen. Aztán volt Európában itt is, nem is egy, nem is kettő, de ez az igazság, hogy nem, szóval ez egy elég, mert igazán nem csak probléma, nem, mert hosszú is, meg unalmas az emberek, mert ez egy szakmai dolog, de hát mafiózó, már idézőjelben véget. Szóval ez itt nem igazán az a fajta personál menedzser, az a fajta a sálodat, a nyakadon bekötő ember, akinek fontos, hogy te jól érezd magad. Az a fajta, aki oda hozza neked az Evian, mert azt szereted, és nem a periét. Aki, szóval ez a fajta, ez nincs. Az a fajta van, aki azt mondja, hogy ide megy, oda megy, oda megy, itt a vakszámnak. Megint azt mondom, hogy biztos ez így jó, én nekem ez egy picit idegen. Szóval ez egy picit idegen. Nem baj ez, hát a fiataloknak. Soha nem számoltam össze. Esküdjén, nem vagyok. Hát több, biztos, hogy több. Kedvenc szerzők van? Szóval. Nem, nincsen. Nincs se kedvenc szerzők, se kedvenc darabom. Az, hogy ezt a kis versenyt felolvastam most nekem, éppen akkor semmivel nem kisebb, mint elénekelni a Bonnie Milletet, vagy bármelyik szerzőtől bármit ének. Amit éppen csinálnom kell, azt azért hallok meg. Az teljesen mindegy, hogy a Ligeti-nek a Gran Macabre-a, vagy a Peter Bremsa, vagy a most a Denevén, amiben megyünk színházra, külföldre. Teljesen minden. Az, hogyha valamit érzem, hogy többet kaptam, amikor
akkor sorba álltunk a születésünkkor az adományokért a teremtő előtt, akkor többet kaptam valamiben. Lehet, hogy ez nagyképűen hangzik, többet kaptam. Ezt én vissza szeretném adni, és ezért valami fontos, hogy amit csinálok, azt szeretettel csináljam, és mindegy, hogy az Kosztolányi, vagy Olaszban, vagy egy Ligetéperra, vagy egy Bitcoin, vagy egy teljesen mindegy, ez nem érdekel. Az a lényeg, hogy valami, amit én szeretek csinálni, ezt csinálhassam. A Romeo ott játszott, először a Merlin. És hogy is történt, hogy felkértek először a rendezésig? Hát ott ezt énekeltünk, és a Katerina Máfi támogoltam, a Júlia, tehát egy nagyszerű énekesnő. És hát akkor aztán évekbe később a Rusty Malone-val is énekeltünk együtt Amerikában, és akkor már nem volt igazán illúzió kettő, de akkor nagyon szépületes. És egy nagyon rossz rendezésben ment a darab, szóval ez a tipikus, amikor az énekesről erre szomorú, erre vidám. Ez a volt, és ez ettől egy egyszerűen, tudom, vívás jelenetben az volt, hogy ott így átadulátok egymással szemben, és egyszer össze nem ütötték a kardozulót a zenébe, azon, hogy de én előtt, attól roppa! Mondok, hogy meg van komponálva. De nagyon jó, nagy siker, minden. És akkor hónapokig voltam akkor kint, és ez annyira bosszantott engem, hogy egy ilyen színházban, mint ez, ugye, ahol állati jó énekesek, jó karmester, jó zenek, minden. Ne lehessen egy jó produkciót csinálni, hogy vettem egy kottát, meg egy füzetet, és elkezdtem gyártani egy ilyen rendezői példát magamnak, hogy én ezt rendezném, akkor hogy rendezném. És akkor ez ott lapult a fiókomban két évig. És a legközelebbi utam alkalmával, amikor szintén űrbe mentem, akkor elküldtem a Petrovics Emilnek és a Lukács Ervinnek, aki ugye az Emil akkor az igazgatót az utának. Egy-egy zongoratudatot vettem nyugodba, és elküldtem egy postán, és azt mondta, hogy ezt nézzétek meg, ez egy zseniális darab, én ezt énekeltem, és ezt nagyon szívesen szeretném, és énekelni, és hát lehet meg is rendezni. Megint eltelt egy év. Nem szólt senki. És ezzel csak megcsendült a telefon egy évvel később, éppen Londonban voltam, és a szemettelani palányom születését vártuk nagyon. És azt mondta Petr, hogy hát rendben van, akkor a következő szezonban akkor ezt csináld meg, és akkor rendezd meg, és énekel, és akkor beszélt a szereposztás. Így történt az első, és akkor volt, hát elég jó szereposztás volt, mert az első szereposztás volt a Kelem Peti és a Szűcs Márti, és a másik szereposztásban volt a Rostandi, és voltam én, és ez egy elég jól sikerült. Jó sikerült előadás volt, hosszú évekig ment, aztán majd Spanyolországba is meghívták a produkciót vendégszerepelni, ott is énekeltünk Valenciában. Úgyhogy ez egy, hát és ez most pedig a Győri Ványi, ugye aki az új főzeneigazgató, a Győri Ványi Rád György hívott fel augusztusban, hogy ez a nyári produkció neki nem tetszik, és hogy megtenném, mert hogy most épp beugrok is gyorsan. És hát persze boldogul megtettem, mert nagyon szeretem a darabot, és szeretem fiatalokat, szeretek fiatalokkal dolgozni. Szerettem azt, amikor egy fiatal ember, aki a színpadon van, egyszer csak, vagy akár az énekórán a főiskolán, egyszer csak úgy tud, elkezd szikrázni, az egy káprázatos élmény. Hát van ilyen emlékem, hogy ilyen. Úgyhogy aztán erre azt mondom, hogy igen. Úgyhogy a Romeo most 13 év után másodszor, 14. éve másodszor itt találkoztam. De azért egészségesen úgy gondolom, hogy csak rendezett és rálátásokban. Persze akkor még énekelned is kell. Én nem tudom, hogy most is énekeltem, mert én a próbákon nem tudok igazán voltak egyébként az énekeseket, azzal tudom meggyőzni és azzal tudom megnyerni. Rájöttem az első alkalommal, aztán több operát is rendeztem, de mindig akkor tudtam őket megint, azt mondtam, hogy gyere csak, ülj ide le, és megmutatom, hogy mit szeretnék, és is énekeltem azt a frázist. Tehát azt próbáltam ezzel bizonyítani, hogy ezt nem lehetetlen megmondani. Az énekesek nagyon sokszor ellenkeznek a rendezővel, én is voltam, hogy ellenkeztem. Németországban, hogy a rendező azt kérte, hogy Kozikán tudta tercet alatt, ami nagyon nehéz zeneileg, bukverceket hányjak. Itt, mikor én ezt is mondtam, hogy hát ezt nem arra mondtam, hogy jöjjön fel és mutassa meg, és maga megcsinálja, akkor én is. Hát ő is nagyon megszeretett. Mondanom se kell. Úgyhogy, de én fölmentem most is, és a Fekete Attila, aki nagyszerű énekelt, nagyszerű Romeos, nagyon tehetséges fiatal, ember, nagyon jó nagyszerű énekes lesz belőle, azt mondta, hogy Attila, ezt
úgy kéne jönni, hogy hanya lefeksz a földre anyagt, és Isten előtt így énekel. És nem azt mondta, hogy nem, hanem azt mondta, hogy jó, és lefeküdt, és megcsinálta. Most ez a dolog nekem tetszik, és ha valaki, valakitől visszakap valamit az ember, akkor, akkor az engem inspirál. És ilyenkor előveszed például az alapművet, a Shakespeare-t, és felolvasod, mert abba is belemélyednek? Hogyne, hát ezt amikor először 13-4 évvel ezelőtt csináltam, 13-14 évvel, akkor én majdnem, hogy kívülről megtanultam az egész Rómeus Júliát. Ugyanis a Gounod Rómeus Júliájában a franciára lefordítva az eredeti angol szöveg van. Nagyon sok jelenetben, nagyon sok helyen. Hát igen, de például a megkeresztődelnök átérőszpán, hogy a szetőfen elpről, miért hésugárt ő rád az alagon. Pontosan, és aztán az egész jelenet ugye olyan így van összeszedve. Persze meg van hamisítva a végén, mert a Bóvenség Júlia még életben találkoznak. Szóval ez már megissza a mérget, aztán felébred a Júlia. Akarsz-e aztán... velem egy kicsit róla hozni? Énekel? Ne! A prózát! Neked, már egy odalkozó. Ó, Rómeó! Nagyjából vagy. Miért vagy te, Rómeó? Fölteszik az okulárét, ilyen sem volt. Okulár is jó, na, azt mondja. Ó, Rómeó! Miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád és dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesemnek. És majd én nem leszek Capulet tovább. Hallgass még, hogy elejjek neki. Csak neved ellenségem, nem magad. Se önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kéz, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Ah, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük épp folyamatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztotta, hogy tökéletes marad akármi néven. Dobd el át nevet. Se élettelen szóért cserébe. Tiéd az élete. Szabadnak állj! Mond szeretődnek, s újra megkeresztelsz! Nem lesz a nevem többé, Rómeó! Ki vagy te, ki az én pátlán keresztül kilestett titkomat? Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged, drága szent, ha írva volna, foszlányokra tépném. Még száz szavat sem jelte el fülem, s nyelved zenéje már is ismerős. Nem Rómeó vagy? És nem mondtam? Egy is, hogyha nem tetszik neked. Hogyan jöttél be hozzánk, és miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. Se hely, hol állhatsz, vestőhely neked, ha rokonai megpillantanak. Szerelemem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfla nem lehet. És míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaittól meg nem torpadok. De felponcolnak, hogyha itt találnak. Ó, több veszélyt rejt a te két szemed, mint 20 kivont kard. Nézz rám, kedvesem, s haragjuk ellen, talpig vérbe vonsz. Jaj, a világ, itt meg ne lássak. Az éj palástja elfőd engemet, s ha nem szeretsz, hadd leljenek rám. Öljön meg inkább, rögtön itt haragjuk, mint hogy te érted, holdig sorvadozzam. De ki lezéred balkonunk alá? Szerelmem hajtott szüntelen felé. Ő volt a látnok, én csak puszta szem. Én nem vagyok hajós, de bárha volnál nagy messze, mint habszegte vadsziget, tengerre szállnék ilyen álmért. Az éjjárat eltakarja arcom. Másként személyre bírja festeni azért, amit kihallgattál ma este. Tudom, tudom, tagadni illenék minden kiejtett szót, de félre illen. Szeretsz-e? Mondd! Azt mondod rá, szeretlek, s hiszek neked. De bárhogy esküszöl, megszeged. Szerelmi hitszegésen csak jó tulad Zeusz. Jó, Rómeó. Lelkedre mutat, csak ugyan szeretsz. S ha azt hiszed, könnyen meghódítottál, dacos leszel, dacos. Nem elmondok kacélra, hogy udvarolj még. Ó, de csak azért. Elárultam magam szép munkát. Most könnyű bírjönek, gondolsz talán. De bízzál bennem, én hívebb leszek, mint az, ki kelletőn húzódozik. Tartózkodóbb is lettem volna, lásd a szívem titkát észrevétlenül ki nem esett. Bocsáss meg hát nekem. S ne hidd a féle csircsap indulatnak e vallomást, mint felfedett az ég. A boldogságos holdra esküszöm, mely színezüstbe vonja itt a fát. Holdra? Jaj, nem mondja holdra esküt. Az körbejárva változik havonta. Oly változó lesz majd szerelem is. Hát mire mondjak esküt? Semmire. Vagy jól. Esküt délceg tedd magad. Bálványimádó szívem istenére, s hiszek neked. Ha szívem hűszerelme... Ne, ne, mégse esküdj. Kedves vagy nekem, de ez az évi nem volna kedves. Oly elhamarkodott, oly
oly hirtelen, mint egy villám, mely elcikáz felettünk, mikor a szólnánk. Jó éjszakát! Szerelmünk bimbaját a nyámkuvalma virággá mondja, majd ha újra látunk. Jó éj! Jó éj! Oly édes álmokat, amíg álomban engem látunk. Hát, üres kézzel küldeni a hazat. Kiválsz tőlem első éjszakát. Szerelmi esküvér cserébe. Megkaptad tőlem, mielőtt kiváltam. Bár inkább vissza tudnám venni tőle. Hát visszavennéd tőlem? Miért, szívem? Hogy felszántamból adja újra néked. Miért tartogatnám azt, mi bőrűnem van? Szerelmem oly mély és beláthatatlan, mint a tenger. Adhatok belőle. Nekem csak annál több lesz, egyre több. Ezt hallottad meg. Én vagy a szívem. Mindjárt, Adám! Nincs hűszi. Ó, boldogságos ég! Úgy rettegek, hogy mindez álom, s reggel véget ér. Oly bűvös bájos, nem lehet való. Még két szó, édes, aztán búcsúzunk. Ha tisztességes szárnyékér szívedben és házastársadon kívánsz, üzedd meg azzal, akit holnap elküldött te hozzád, hol és mikor legyen az estünk. Én mindent megalapodhoz terítem, s követlek az egész világon. Mindjárt megyek! Ha másra gondolsz, akkor nagyon kérlek, megyek! Megyek! Akkor hagyj, ne bújvasd be. Reggelre küldöm hozzá. Isten engem! Jó éjszakát! Százszor szép éjszakát! Százszor sötét, ha nem ragyogsz tovább. Futunk a lányhoz, mint diák szabadba, s úgy térünk vissza, mint diák a padba. Pszt! Jó, beho! Kiszeretnék egy solymász, egy csajt vissza solymát, mert nem kiállhat műreket ki rab. Pedig most Echo barlangját bezúznám, s addig zengetném Rómeum zenét nevével, míg láthatatlan torka elrekedne. Ő szólított az én egyetlenem, ezüst csengő a kedves hangja éjjel, sóvárgó fülnek bódító zene. Rómeum! Szívem! Hányra elküldjek még pár szívem? Reggel 9-kor. Nem kisebb. 20 évet idek. Jaj, elfeledtem, mit is hívtam. Adályokat, amíg eszedben együtt. De hogyha itt állsz, mindent elfeledtem. De jó, hogy itt vagy. Itt állok hát, hogy minden elfelejtj, s felejtem, hogy volt máshol otthonom. Mindjárt megérte. Küldenének el, de csak mint fajkos lány a rabbanák. Kihagyja ujjáról felugrani riadt kis fogját egy-egy rendelésre, aztán semmi zsinórián visszarántja, mert pértékeny a látja, hogy szabad. Madárkát venni. Hát csak az lehetné, de mondva most kattálom belehajnál. Jói, Jói, búcsunk kis bátki. Jó éjszaka. Szálljon szemedre és szívedre, álom, bár én szállhatnék oda, lepke szálljon. Megyek sietve szemtanyámhoz innen, bevallom titkom, megkérem, segítsen! Kezd, mikor zenét hall. A zene értelemellenes. Nem megérteni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani. Megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondosan rejtettünk magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk, olyan, mint a tavaszi vadvíz. Feldúlja az értelem által aggályosan parcellázott, megbűvelt és megbunkált, szabályozott és fegyelmezett ebbeket. Ahová a zene kiáradott, az értelem törvényei nem érvényesek többé. A gyönyörűségben, melyet a zene ad, a halálvágy kélyes megsemmisülésének betegérzései hullámoznak. A zene támadás, az ember, aki életét a megismerésre, a fegyelemre és a valóságra tette föl, védekezzen a zene ellen, fogja be a fülét. Zene nélkül sokkal szegényebb az élet, de emberi, keményebb, szomorúbb és értelmesebb. Ezt csak azért olvastam fel, mert
ritkán hallani, ilyen remekül megfogalmazni azt, hogy mi is a lényeg a zenében. És azért kapcsolódik ez ide, mert van nekem a főiskolán egy növendékem, akire rettenetesen büszke vagyok. És nagyon úgy néz ki, hogy sőt, egész biztos, hogy nagyon sokat fogják hallani még őt koncerten, operában, itthon is és külföldön is. Ő az az énekesnő, aki ilyen módon tud énekelni, mint hogy Márai Sándor a zenéről ebben a kis néhány sorban beszélt. Úgy hívják a kisasszonyt, hogy Hajnóci Júlia, ő a testvére a Hajnóci Zsuzsonnának, aki a zongorának ülni. Jöjjön, legyen túl kedves! És egy Schumann duettet fogunk énekelni önöknek, címe Panzlied, ezt én nem is fordítom be magyarul, hogy mit jelent. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál, és neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál, és neked, mert okos és jókedvű voltál, és neked, mert türelmes és nagylelkű voltál, és neked,
mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, és neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem, és neked, mert lefogod majd uhabbiakkal a szemem, és neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam, és neked, mert testedből a gyönyör sugárzott, és köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet. És ezek után természetesen mit lehet más nőknek énekelni, mint egy szerenádot. Biztosan mindenki ismeri, hogy az első hangok felcsendülnek. Szerintem nyugodtan énet felhetnék velem is, úgyis elfáradtam a sok beszéltet. Thank you.
igazság, hogy egy állatfajta, ugye azt mondta. De egy olyan tanulunk van, aki azon túl, hogy ilyen szépen énekel, azon túl rendez, körkészettel foglalkozik, tanít. Úgy tudom, hogy például, ahol laksz, ugye, a Kovácsiban nyári fesztivált rendezve. Tehát nem kell téged attól félteni, hogy mi lesz akár 5-10 vagy 20 év múlva, mert pontosan meg fogod találni azokat a kifejezési formákat, amelyen a zenét szolgáltatók adott te. Igen. Tehát tulajdonképpen nem is csak a zenét, mert ezt az egész fesztivált Nagykovácsiban, ahol most 4. éve lakunk, azért csinálom, mert hát van ott egy amerikai iskola, aminek van egy nagyon jó színmásztárban, van ott egy római katolikus templomban gyönyörű koncerteket lehet csinálni, van ott egy plébánia, ahol kiállítást lehet szervezni, van ott egy bányaszínházó, terveim szerint majd Wagnereket fogunk nyáron játszani. Mert nem mindig izgálva voltam, nem elégített ki soha az, hogy énekelek. Kevésnek éreztem azt, hogy énekelek. Nem kevésnek éreztem, hanem az akkor, amikor énekelek, akkor az a legfontosabb, az a legtöbb, az minden. De hát annyi minden más pontja a világon, amit lehet jól csinálni, és én azt gondolom, hogy jobban, szebben él, vagy jobban énekel az ember, másképpen énekel, hogyha ismeri Kosztolányit, hogyha olvas, hogyha megismeri a Rímú Dolomitikumot, amiről elneveztük a fesztivált. Ülési len, igen, egy nagyon szép kis sárga virág. Ez mind építi az embert. Én azt gondolom, hogyha egy énekes csak énekel és csak énekel. Nagyon sok énekes van, aki 8-10 szerepet énekel egész egyszerűen és elé a világon. Én ezt szűknek érzem. Azt gondolom, hogy ez kevés. És hát arról nem beszélni, hogy hát az énekelni nem lehet állandóan megörökni. Hát egyszer ez el fog múlni, és akkor az emberek csinálni kell valamit, ami emlékszem, hogy egy csodás mondás volt a Mariettel vonatónak, amikor, és érdekes volt összevetni a Fischer Discount, aki ugye egy másfajta művész volt, és Mario del Monaco is egy másfajta, két óriás volt, csak hát az egyik fényévekre volt a másik. És azt mondta Mario del Monaco, hogy ha én már nem fogok tudni énekelni, akkor inkább meghalok. És a Fischer Disco azt mondta, hogy ha én nem fogok tudni énekelni, akkor foglalkozom mással, akkor vezénylek, akkor ezt nem látcsinak, akkor rendezek, akkor... Na most, én most még énekelek, nem tudom meddig, néhány évig még, de azt gondolom, hogy ha valami nívósan és komolyan szeretném csinálni és jól, akkor azt ki kell nevelni, akkor ezt meg kell csinálni. Ezért csinálom, hogy x év múlva, amikor majd már nem fogok énekelni, akkor legyen valami, ahol mégiscsak a művészetek mellett ott tudok maradni, a fiatalok mellett a növendékeimet oda tudom vinni, ha még egyetlen hazajönnek majd. Mert nem lehet, művészetekben nem lehet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sajnálom azokat az embereket, akik úgy élik az életüket, hogy nem hallgatnak zenét. Erről is ír már, hogy nem akarom olvasni, mert ez egy zseniális fickó volt. Nem lehet, nem múlhat el úgy napot, hogy ne hallgass Mozartot, ne olvas Senecát, ne olvas Tolstoyt, ne olvas. Ezt írja le szó szerint, mert az... És hát vannak, akiknek természetes, hogy nem olvasnak. És ez egy szomorúsággal töltet, azért gondolom, hogy minél többet és minél erőszakosabban kell ezzel szeretettel, de erőszakosan foglalkozni, és megmutatni az embereknek, hogy tessék ezt meghallgatni, mert ez fontos. Igen, nagyon sok kicsit is van, mert tulajdonképpen a hazád is nagyon elismeri azt, hogy te ilyen aktív és sokoldalú művész vagy. 2000-ben kaptam meg a kiváló. 2000-ben Vízdíjas érdemes és kiváló művész. Fontosak ezek a díjak egyébként? Hát most nagyon fontos lesz az érdemes művészet díj, mert én akkor a Maróti Áltástól egy meleg baráti készfogást kaptam 84-ben, ezért most a decemberben nyugdíjban megyek, akkor 36 ezer forint havonta ketyek, mint érdemes művésznek. Úgyhogy ez nagyon, De én igazság szerint nem használtam soha egyik rangomat, se egyik kitüntetésemet, se nem a színetár bevezette a színházba, hogy odaírja minden művész neve alá, hogy érdemes, kiváló, stb. És én értem, hogy Miklós, ne írd oda, mert ha valaki ismer engem, akkor fölösleges odaírni. Ha meg nem ismer, akkor minek írom oda? Szóval nem érzem, hogy természetesen nagyon boldog vagyok, hogy elismerik meg, vagy szeretnek meg. Ez nagyon jó, de én nem azért örülök annak, hogy ezt megkaptam, hogy aztán majd kitűzögethessem, hogy oda. Annyira nem érdekel. Családod van?
három gyermeket, ők folytatják majd a, úgy gondolod, a felkészítésre? A középső, igen. Ő zongorázi bőszentlapul. Lapozó? A nagyobb még gimnazista, másodikos gimnazista, a kis, legkisebb pedig egy vibráló gyermek. Ő a kislány, igen, egyelőre, ő még nem. De minden, mindenről van vélemény, és nagyon okos vélemény, úgyhogy még akár ügyvéd is lehet belőle, vagy valami ilyesmi. Fontos dolog, úgy gondolom, hogy, hogy akkor azért tudtál ilyen jól dolgozni és világot járni, mert egy asszony tartotta hátul a front. Hát igen, és tartja most is szegény. Tartja most is, és minél előre megyünk az életben, annál és annál nehezebb mondjuk egy premierre készülni, vagy még egy akár ilyen beszélgetésre is, ahol, amit én boldogan csinálok, és nagyon élvezem, és nagyon szeretem. De ez is, erre is fel kell készülni, nem mindegy az ember, mint ma. Ha emberek elé kell kiállni, az feszültséget jelent, az felelősséget, a súrlódást, az energiát igényel, azot a figyelést, az törődést. És ez engem sokszor feszültséggel tölt el, és főleg, hogyha egy nehéz előadás, vagy nehéz koncert van, akkor nagyon zavar a zaj. A szegények, már gondolom, a pokolba kínálnak, amikor oda várnak, illetve valamit, és én elkezdek kibondolni. Biztos, hogy nagyon nehéz, én tudom, hogy, mert hogy én is sokszor nehezen viselem el magam. Sokszor nehezen, valóban nehezen bírom azt, hogy a busszal jövök hazanéva, és a 63-as busznak az ajtaja, az a levegő szelep, ami ott csak olyan hangosan, nem lehet azt megcsinni, és akkor ideges leszek. Szóval ilyenkor az ember tele van feszültséggel, és hát ezt, ha valaki tudja tolerálni, annak köszönet és hála, mert hát ebben tulajdonképpen ők valószínűleg sérülnek, vagy rombolódnak, vagy nem tudom. De hát mennyit gyerek, gondolod el, hogy ilyen édesapítani? Mert gondolom, hogy azt a nevelési elvet, amit a főiskolán tanítasz, hogy a gyerekeink is ott van az, tehát minden veled őket is adott, de szeretnél, mert az életében nem lehetne venni gyereket, csak a példánkkal, az életünket tudjuk példánkat. Hiába mondott neki, hogy a familiát, nem azt látja tőle. De tőled azt látja, hogy nagyon komolyan gondolod minden erős. Igen, ők is nagyon komolyan dolgoznak, nincs ezzel, és nincs ezzel semmi probléma, és nagyon, nagyon szóval, ami a legfontosabb számomra az, hogy meg lehet bízni bennük, és ez mindenért. Szóval mostanság, amikor tele vagyunk kábítószerrel, tele vagyunk devianciával, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy szülő bízom a gyermekében, hogy jól neveltem eddig, és a gimnáziumból hazajön, és nem a tudomból van, és mindig időre ott van. Szóval ez persze megnyugvással tölt el. De hát azért vannak nehéz évek még előttünk, ugye van egy nagyon kedves barátom, azt mondta, hogy Rénesként kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond. Szóval jönnek az munkák. Igen, ezt jönnek az munkák. Lesz egyetemben, lesz-e egyetemi, lesz, hogy ezek nehéz dolgok. És vannak azért olyan dolgok, amiket ki tudsz kapcsolódni, van rá idő, megvannak a nagyapámnak a szerszámai, az öreg 200 éves szerszámai, hogy még ő a mesterétől örökölt. És ez egy bécsi mester volt, aki Bécsből hozta a szerszámokat, és megvan, meg a Csíngyalú, megvan a Dombagyalú, megvan. Szóval sok minden megvan. Ott van Borpincén, vagy Kovácsikon, van egy Borpincén a házam mellett, illetve hát egy nagy telken van a ház és a pince. Amit nagyon szeretek, valóban van a konyhánkban egy paraszt kemence csikókája, tulajdonképpen, ami sparhel is, és kemence, valóban nagyon szeretek. Ezt kikapcsolok, hogyha főzök, néz rám. Kikapcsolok, hogyha főzök egy kicsit, szeretek a kertben dolgozni. Amit nagyon szerettem, és még szeretnék is majd, az a vitorlázás, a építkezés miatt meg kellett válni a vitorlás hajótól. Meg a lóval. Padlófűtés lett, illetve fűtéscsövek, meg radiátok, meg hazán lett a vitorlázás. Micsoda, mert a borkóz is van. És az a vágya, hogy egy ilyet még azért egyszer még építenék, vagy a lovak után is igen. A lovat azt nagyon szeretem. Azt. És érdekes, hogy Viktor Hugo mondta, hogy a pártató ló és a széltől ragadó vitorlát, ahol a hajónál nincs szervés. Az annyira való, hogy az elemekkel és egy másik értelemmel, Balatonon, amikor itt van, és jön a dörvő vihar, és mindenki menekülésre benne maradsz, és spriccel a szél, és a ló, amikor így megy, az egy értelem. Ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem. Hát most szünetelt egy kicsit, de talán még
Persze, ezt is már úgy írja, hogy igazából fel kell mindenre készülnünk, és egyszer csak a dolgok elmennek. Mindig az idejében. Csak fel kell készülnünk rá, és mindennek megvan a maga ideje. Majd van. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Én kívánok neked minden jót, a családodnak, hogy sok örömünk legyen benne, hogy a gyermekeket nevelni, hogy mindenkiből az legyen, amire vágyik, ez a legfontosabb szerintem. Eljön a pillanat, hogy nem mi leszünk fontosak, hanem ők, de azért mindenki nagyon fontos, mert mindent eljük a nemzedéket. Ugye a gyerekeinket is, meg a jövő operaineket nemzedékét elvehetsz. Neked nagyon sok türelmet, önuralmat, kitartást és főleg egészséget. Köszönöm szépen! Búcsúzó, hogy elének valamit, mert ha hiszik, hanem 75-76-ban együtt kezdtük a pályát. Operett-diumhívban, a televízióban volt egy ilyen sorozat, amikor Rátori Robert a sok kis operettet diumhívban leadta, és mi a leállásáról találkozunk, ő volt Tom, és én voltam Lucy Mideszekerpadban, és ott egy szerelmi duettet énekeltünk, amit nekem tegnap előtt kimásoltak a rádió kottatárába, és most ha még emlékszik, azt mondom, hogy hol egy puskát. Csak egy strófát. Jaj, itt van zsebet, jó. Itt van zsebet. Egyet, persze. Szemüvegem, ezt tudom. Ez, bocsánat, ez a... Mi is volt ez? Leányvásár című. Igen, ja mondtam. Elmondtam. Köszönöm.